egy nagyon gyenge kancellár vezeti jelenleg a német kormányt, aki nem ura a helyzetnek. Ez nem jelenti azt minden vágyakozás ellenére, hogy holnap után megbukik, de tényszerűen elmondható, hogy nem tudja irányítani a kormányát. Nincs olyan európai vezető jelenleg, aki képes lenne víziót adni Európának úgy, hogy a többsége az európai politikai osztálynak ezt elfogadná. Donát Anna kezdősakkozóként belerugott a hatalmi taktika saknagymesterébe, Gyurcsány Ferencbe. Aki egy hét alatt meg is válaszolta a kihívást, és megszervezte a Donát Anna ellenes koalícióját a baloldalnak. Heti hírmagyarázat és világmegfejtés a Mandiner munkatársaival és meghívott vendégeinkkel. Ez a Mandiner reakció. Folyamatosan frissülő tartalmainkért kérjük, iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Köszöntöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt a Mandiner Reakció, Mandiner heti kibeszélő podcastja, és köszöntöm Rázágoston Sámuelt és Szilvai Gergelyt is. Szervusztok! Szervusz! Én pedig Kacso Dániel vagyok, és hát volt egy tematika tervünk, bekerült még egy, egy szomorú hír, meghalt Harry Kissinger, aki mondhatni az amerikai külpolitika, a 20. századi amerikai külpolitika egyik legnagyobb alakja volt, hadd legyek ilyen rövid és tömör. Nem akarok, vagy nem terezek róla többet beszélni, a Mandiner fölöttén számos nekrológgal és elemzéssel készülünk majd arra, és már most is olvashatóak ezek egy része a felületünkön, hogy, hogy bemutassuk és elemezzük és értékeljük, hogy mit adott ő hozzá ahhoz, amit Európának és Amerikának, vagy akár az egész világpolitikának tekintünk. Egy pár gondolatot kérnék tőletek esetleg erre vonatkozóan. Ez tényleg most a felvételünk előtt egy gyors hír a demokrácia export világában élünk, amikor az Egyesült Államok az ideológiáját akarja az egész világon elterjeszteni. Nekem Kissinger pedig a reálpolitika atya, és pont rá volna szükség most ebben a furcsa veszélyeket és konfliktusokkal teli világban. Például az ukrán kérdés tartós rendezésében egy ilyen reálpolitikus lenne. A legfontosabb, hogy Amerikában és a világban újra fontos pozícióba kerüljön. Tehát különösen szomorú, hogy a a 20. és a 21. század legnagyobb reálpolitikusa távozott. Alig, ha nem egy-két háborútól lehet, hogy megmentett a világot. Nem tudom, hogy mi volt háttérben, de elég lehet, valószínűleg tartom, és hát olvasni kell Kissingert mindenek uh -huh. előtt. Reméljük lesz, még méltó utódja egyszer. Szentén nem fogják avatni, de nem is ez a <laughs> funkciója. Az biztos, igen, hogy sokszor meg is szólalt még az orosz-ukrán háború kapcsán is, és hát sokszor emlegették ezt a reálpolitikát azok, akik egy józonabb politizálást várnak el az ilyen világméretű és ható konfliktusokkal kapcsolatban. A németek nem tartoznak most jelen állás szerint, legalábbis az én megítélésem szerint, de akkor erről fogunk most beszélni egy picit, azok közé, akik a reálpolitikát folytatnák, például az orosz-ukrán -ukrán háborúval kapcsolatban, hiszen a vigyünk sisakokat és segítsünk, ahol tudunk álláspontjától, itt a tavaly februári orosz agressziót követő első reakciókra gondolok, eljutottak oda, hogy a legnagyobb propagátorai Európai Uniós szinten, legalábbis a politika nyelvét, ha nézzük, a, annak, hogy Európa teljes messzélességgel álljon ki a konfliktusban Ukrajna mellett, és az eszkaláció irányába tolja el a folyamatot, miközben a magyar álláspont ugye inkább hasonlít Kissinger gondolataira, vagy elvi álláspontjára, hogy legyen fegyverszünet, legyen béke, és akkor tárgyaljuk újra, amit lehet a Nézőpont Intézetnek megjelent nem is olyan régen egy, egy átfogó felmérés, ami a német-magyar kapcsolatokat nagyon sok szinten nézi át. Ezek, ez az orosz-ukrán háború, ez sokat rontott a két ország viszonyán? A romló a tendencia. A konrad Adenauer Stiftunggal közösen végezzük ezt a magyar-német barométert évek óta, és egyértelműen a politikai szinten az látható, hogy a a másik ország megítélése és a két oldalú kapcsolatokra alkotott vélemény tendenciája romló. Hál' Istennek a társadalmi megítélésben az egymás iránti bizalomban nincsen ilyen negatív változás, de a politikát azt valahol árontottuk, és mi ezt alapvetően a sajtóképekre vezettük vissza, végeztünk média statisztikai vizsgálatot és Németországban, a Magyarországról megjelenő cikkek 90-95 a negatív, ezért érthető, hogy a, a német közvélemény negatívan gondolkodik Magyarországról. De bizony a magyar sajtó is egyre több kritikus cikket ír a, a német valóságról, és ez tükröződik a számokban. És a német politika hallgat a német sajtóra, és azért hangolja át akár saját magát is, vagy, vagy arról van szó, hogy alapvetően ugye egy ilyen liberális, zöld, nem kormány próbálkozik azzal, hogy most Németországot visszahanggassa a recesszió, világából a fejlődés területére, ekközben viszont ideológiailag ez nyilván egy szembenállást is jelz a magyar kormányjal, vagy, vagy minek tudható ez a, ez a romló tendencia leginkább? Tudósok azt szokták mondani, hogy hiba, hogyha monokauzalitást keresünk, tehát hogy egy okkal magyarázzuk. Ezért rögtön tudnék ötöt mondani, csak pontba szedve, egy nagyon gyenge kancellár vezeti jelenleg a német kormányt, aki nem ura a helyzetnek. Ez nem jelenti azt minden vágyakozás ellenére, hogy holnap után megbukik, de tényszerűen elmondható, hogy nem tudja irányítani a kormányát. Van egy ideológiai programja ennek a kormánynak, csak az volt a, a, a kormányprogramnak a címe, hogy több haladást merni. Ugye ez Willy Brandtnak a híres mondása, hogy több demokráciát merni, annak egy átalakított verziója, tehát egy progresszív program van. A magyar kormány meg konzervatív keresztény alapon áll. Ez nehezen összeegyeztethető. Van, ami súlyosbítja a helyzetet, egy rendszerellenzék és egy kormányellenzék is Németországban. A mainstream, amivel a kormányellenzék tartozik, az nagyon sok kérdésben hasonlóan gondolkodik. Tehát kényelmes a helyzete abból a szempontból ennek a gyenge lábakon álló kormánynak, hogy az alternatívája, a reális alternatívája, a CDU-ról beszélek, az nagyon sok kérdésben hasonlóan gondolkodik. Ahol elmaradt a konzervatív fordulat, ami furcsa kifejezést a tekintetből, hogy egy konzervatív nevében konzervatív beszélünk. De Ezt már nem nagyon szereti magáról mondani. Ugye Angela Merkel óta a középnek, meg a, ki tudja, minek nevezi magát a CDU, most próbál egy programot alkotni, és nagyon nagy nehézséget jelent számára, hogy az identitását megfogalmazza. A hát. negyedik nehézség a média szerepe, ami extrém erős Németországban. A modern politika amúgy is a, a média elvárásaihoz próbál igazodni, nagyon sok országban de Németországban ez, ez mint sok más dolog, extrém szinten sikerült, és egy-egy vitriolos írásnak politika befolyásoló képessége van, ami megjelenik egy Frankfurt Allgemeine Zeitungban, vagy a Spiegelben. És végül az ötödik pont szerintem Amerika szerepe, ami történelmi elemzést igényelne, de ha a 20. század eseményeit felidézzük, akkor azért ne felejtsük el, hogy 1945 után a elvesztett második világháború követően az Egyesült Államok befolyásolja a Németországnak a működését, és ez így maradt a hidegháború végét követően is. Tehát a Németország nem szuverén módon azt a döntést hozta kényszerhelyzetben, és a világháború elvesztése okán érthetően, hogy az Egyesült Államokhoz igazítja a külpolitikát. Ez 45 óta folyamatos. És olyan van, minden egyes kérdésben, így az ukrán, ukrán, kérdésben is. Ez azt is hozta magával, hogy kezdetben ugye Nyugat-Németország, aztán végül ugye az Egyesítés után egész Németországnak volt kellő pénze arra, hogy a jó létre költsön, és közben ne kelljen költeni a, biztonságra. Jól érzékelem, hogy az Egyesült Államok lehető részben az orosz-ukrán miatt, de már Donald Trump idején is ezt a, az alkút ezt elkezdte volna felmondani, és azt mondja, hogy igenis elvárja az Európai Szövetségesektől, hogy költsenek hadászati ö, felszerelésekre a védekezésre, hogy ne nekik kelljen a NATO-t úgymond a hátán cipelőnek. Meg az előnyei, hiszen ö, az Egyesült Államok tudott úgy ö, világban politizálni a nato ként jelent meg, miközben azt tudtuk, hogy az Egyesült Államok, de minthogyha itt lenne egy változás, Európának a saját lábára kellene állnia, kéri, Euró, kéri, Amerika, vagy követeli Amerika, legalábbis ezeken a területeken. Gergő, tesz hogy látod az amerikai nyomást ilyen tekintetben Európán? Ez a nyomás mindig, van mindig jelen általán... volt, és nyilván ez a, tehát a NATO az az előre helyőrsége volt mindig is szerintem, ez nem egy nagy, nagy megfejtés. Um, jelenleg nyilván a német-amerikai tandem ideológia létezik, um, és ezt a NATO 200 os költést, ezt nem még a Trumptól, tehát a merkel -en. Tehát a németek konzekvensen nem költöttek kétszázalékot ot uh, a NATO-ban a saját hadseregükre, mármint hogy a NATO követelményeknek megfelelően a saját hadseregükre. Mint ugye a magyar kormány, az konzekvensen most elkezdett uh, a felé hogy ez meg legyen, uh, és ez nekünk jó is, mert ebben a, jelenlegi világkörnyezetben nem baj, hogyha a hadseregünk az ütős, kicsi erős, mint a bors, mondjuk így, vagy egyéb vizeket is lehetne találni, pár uzamokat. De hogy nem tudom, hogy most a mostani német baloldali kormánynak a hadsereg tekintetében vannak a nato a vitái, de elvileg a Merkel ezt, ezt a vitát lejátszotta a trump áll, pontosabban a Trump a merkel el, és ugye a Merkel megkérdezte tőle, hogy biztos, hogy ezt akarod, mert ugye ez a, világháború utáni pacifista-német konszenzusnak a feltörése volt lényegében, de ezt akarta Trump. Most, hogy hány százalékát adták oda a németek a német hadseregnek, vagy a raktáron lévő régi eszközöknek, ezt nem tudom, de nyilván az egész háború teljesen ellentétes a, a zöld baloldali ideológiai tandem elképzeléseivel, ezt régóta tudjuk. És az elején abból indultunk ki, hogy rá, mennyire rápolitikus, vagy, vagy meghalt Kissinger és ki rá politikus, ki nem. Hát ha van, ahol extrém módon ideológiai kormány van jelenleg, az Németország szerintem. Ez, ez elég egyértelműen kijelentető. ez abból is, hogy hogy erről is többször beszéltünk itt, hogy mindenféle energiatermelő módot megpróbálnak leszerelni és hát most a szént azt visszahozták, de a saját maguk meggyőzése ellentétben, de hogy valójában ne termeljen senki energiát körülbelül, ez, ez, ez jön le az álláspontjukból, mert az csúnya dolog. Bár ugyanakkor ugye vannak ellentétek a koalícióban, mert hogy a Ugyan gyengekező az de még mindig ő, ő van a reálisabb végén a, uh -huh. a mai, mai német kormány ideológiai skálájának, és hát ott vannak a szabad demokraták, akik eh, szint sok tekintetben eléggé mást képviselnek, mint a többi rész, és ha jól tudom, akkor nagy viták is vannak eh, belül. Eh, de az biztos, hogy, eh, hogy, eh, hogy ezzel a koalícióval, ami most a Németországban a magyar-német kapcsolatok ideológiai okok miatt nagyon megromlottak. Még érdekes, pacifista Németország fegyverkezik, zöld Németország atomerőműveket mégsem olyan tempomban szerel le, és visszahoz a szenet. Tehát vannak itt ellenmondások. Milyen állapotban van most egyébként, ha lehetek ilyen egyszerű a német gazdaság? Mert a recesszióról hallani, reálbért csökken is évek óta. Recesszióban van, és nagyjából öt éve nulla a teljesítménye mert a Covid-dal, hogyha együtt nézzük az akkori csökkenést és az utána mért relatív növekedést, akkor nullára jött ki, és egy éve tartósan statisztikai adatok alapján recesszióban van, ezek 0,1-0,2 százalék jelent, tehát valójában, ha messziről nézzük, akkor 0 a növekedés statisztikai értelemben, és ezt tegyük hozzá, hogy a gazdaság szerkezetileg van nagy bajban Németország, hiszen az olcsó energia forrását veszíti el ideológiai okokból. Ugye nem még fejtjük meg most ezt először, de mégiscsak hangozzék el, hogy az egész német gazdasági csoda arra épült a világháború után, hogy olcsó keleti energia, orosz, szovjet energiára ráépítik a német technológiai tudással a csúcstermékeket. És utána ezt a világpiacon eladják. Kínától kezdve, Latin Amerikáig és az Egyesült Államokig, mindenhol. Jelenleg az zajlik, hogy bezárkózik a piac. Kínával ugye nem illik most jóba lenni. Tehát szűkül Oroszországa, a, meg pláne. Oroszországa pláne, szűkül az, a, a, ahol el tudják adni a termékeiket, és a, a olcsó energia elvesztésével az egész gazdasági modell megdőlt. Tehát maradt a technológiai tudás, amiben pedig aki olvas német sajtót, maguk a németek elkezdtek kételkedni, hogy van-e még nekik technológiai tudásuk. Egyáltalán az IT 21. századi világában az a német mérnöki zsenialitás, ami a 20. századot jellemezte, az elegendő -e. Illetve a német autótechnika, csak hogy egy konkrét példát mondjak, az tényleg még olyan egyedülállóan fantasztikus, ha a kínaiakkal összevetjük. Vagy Meg hogyha az EU betítja a, 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 a benzines, benzines dolgokat is. motort így Szóval, szóval nagyon nagy bajban van Németország, nem csak a statisztikai aktuális adatok, hanem gazdaságstratégiai értelemben is, és én szerintem a német kancellároknak ez lenne a feladata, hogy ebben mutassanak valami víziót, irányt, és a német gazdaság modelljét vagy megújítsák, vagy megmentsék. De ezt, ezt én az egész német kormánytól hiányolom. Az erről való látványos gondolkodás is hiányzik valójában és ha jól értettem, amit korábban mondtál, a, a, ezt kihívó álláspont sem hozza magával a német politikán belül a lehetséges kifutásokat. Hát a CDU az, azzal szokta bírálni a solcot, hogy túl jóban van Kínával, mm. és hogy az orosz miért beszél néha évente egyszer, Olaf Scholz, miközben az lenne a német gazdasági érdek, ha a régi modell megmentésében gondolkodunk, hogy ezeket a piacokat és energiaforrás vidékeket meg tudja őrizni magának Németország. Ugye az új modell az a zöld gazdaság lenne, de abban az az igazság, hogy egyre kevesebben hisznek a nagy zöld átállás mitoszában. Ez nem azt jelenti, hogy a zöld energiának és a zöld gazdaságnak ne lenne létjogosultsága, csak a Németország azt állította, hogy atomenergia nélkül tíz év alatt az egész gazdaságát zöldé teszi. És ezt a tempót, ezt a célkitűzést, ezt ma már egyre kevesebben hiszik el, hogy működőképes. Ez ilyen Minden? öt éves tervek világát idéző hozzáállás amúgy egy olyan célhoz, amik nem tudjuk, hogy hogy jutunk el, de azt már kijelöltük, hogy mikor. Hogy ott megérkezünk. Minden De gondoljunk bele, milyen szimbolikus dolgok voltak itt, hogy ugye a, a kettő korábbi német kancellár az ott ült a, a Gazpromnak. A Gazprom, a, működő? a felügyelőbizottságában talán benne a tetejében, és ugye utána, amikor kitört a háború, akkor utána leszették róla, nem tudom, hogy meg volt a keresztelve, de a keresztvizet. Igen, ez jó kérdés. <gül> <gül> Minden esetre eléggé karaktergyilkosság áldozata lett ezután. Butát fogok kérdezni, csak át akarok vezetni az Európai Tanács közelgő, egyre fontosnak ígérkező ülésére, hogy arról is beszéljünk, latolgassunk, Olaf Scholznál csörög a telefon, hogyha Maki Kissingert is visszaidézzük, valaki Európát akarja hívni, vagy ez már, ez már meghaladott de, dolog. Von de vagy dolog? Vagy van vagy fölhívják-e még -e egyáltalán bármelyiküket, uh -huh. vagy csak SMS-t írnak, ugye? A, Mint Ursula von, von, von der Leyen. A, a, a német haderő <laughs> nagy építője is igen. egyébként. Ha csak nem von der férjének írnak. <laughs> de komolyra fordítva a, a szót, az egészen biztosan kijelenthető, hogy ma már megszépült a szemünkben Angela Merkelnek a szerepe, uh -huh. aki valóban reálpolitikus volt. Tehát Sok mindenben nem értett egyet Magyarország és Németország, mondjuk a migráció kapcsán akkor, de egy reálpolitikust tisztelhettünk Merkelbe, és így relatíve megnő az ő jelentősége és a politikájának a, a, a helyessége is. Itt az idő egy comebackre egyébként csak. Hát, nyilván tudjuk, hogy ez nem következik. Nem, na, ő na, német, tehát ha egyszer nyugdíjba ment, akkor nyugdíjba ment. Uh -huh. De az ukrán politikája azért bizonyította azt, hogy igenis lehet tárgyalásos úton is rendezni konfliktusokat. Ugye az egész ukrán háború az ő távozását követő, talán harmadik hónapban robbant ki. Szóval a helyzet az az, hogy nincs olyan európai vezető jelenleg, aki képes lenne víziót adni Európának úgy, hogy a többsége az európai politikai osztálynak ezt elfogadná. Mert víziója van a magyar miniszterelnöknek, és ezzel egyedülálló. De legyünk őszinték, a jelenlegi európai osztálya, a Európának ezt nem fogadja el. Nekem van egy vízió, ami mögé láttam, hogy nagyon sok európai tagállam fölsorakozott, maga az Európai Parlament is nagyon rég nem látott egységet hoztak létre, a magyar gyermekvédelmi törvényel szembeni kötelezettség szegési járásba szálltak be országok. Ezt csak arra akarok utalni, hogy ott a egész mai Mandiner cikk a Bundestag ötözködési és trans megjelenési ja, metódusokról igen. szól, hogy hát szóval ilyen ügyekkel azért igenis sok időt el tudnak tölteni a Európai jelenlegi vezetői. Hát, ezért lát, kell a politikai osztályt megváltoztatni. Az Európai Parlament egyébként Másfél-két éve, nem olyan régen ítélt el texas az ottani abortus törvény miatt, ugye? Texas-t, aminek az a jelszava, hogy don't mess with Texas. Ne, ne szórakozz texas mert Egyébként meg érdekel. Tehát, hogy más Másrészt pedig volt még egy hasonló ítéletük, a világ másik felén is ítéltek valakit. Uh -huh. Szóval így küldözgeti a morális megmondásokat. Hát még is igen, de mi az eu vagyunk. a köztárnyi van már ez Csak egy megjegyzés eszembe jutott, hogy azt szokták mondani, és majd erről beszélünk esetleg egy röviden a szurranytársadalmi törvény kapcsán, hogy, hogy miért, nem, miért arról beszél a magyar kormány, hogy a szövetségesei és a barátaival szemben milyen védekezési mechanizmusokat kell beépíteni. Miért erről beszél és miért nem arról, hogy a keleti világgal szemben például Kínával, vagy Oroszországgal szemben hogyan kell védekeznie ezt idefele Krekó Pétertől hallottam a meg egy podcasten egyébként Például, éppen. Hát nyilván arról nem beszélünk, és arról nem konzultálunk, <laughs> hogy hogy működjön a titkosszolgálat, ezt csak innen jegyezzük meg, vagy jegyzem meg. Azok a, a... svédek, akik ugye a titkosszolgálatot is transzparensre akarják tenni, egy akarták. De minthogyha az európai mainstream is inkább a, saját berkein belüli, neki fontos ügyekkel foglalkozna csak, és kevésbé azzal, hogy a világ milyen kívásokat állít elé, és akkor beszéljünk az Európai Uniós csúcsról, Rólunk fog szólni, vagy arról, hogy merre tovább Európa? Csak egy fél mondat, mert az európai uniós elit is egyre kevésbé reáll és ők is egyre inkább ideológusok. Így van. Uh, hogy miről fog szólni a csúcs, ez szerintem a napokba fog áldolni. Lehet, hogy mire um, megjelenik a podcasting, már a, többet tudunk mi is. Lehet, de attól sem ijednék meg, hogyha ugye 14-én és 15-én uh -huh. lesz decemberben, hogyha csak az előtte lévő napokban dől el. A Kiszivárgó hírek, információk alapján nagyon nagy, a, a szokásosnál is nagyobb a vitája a tagállamoknak. Ugye mégiscsak egy ukrán kérdésben kellene. A tagjelölti státusz státus az megvan, a tárgyalás megkezdése, ez lenne most a napirend és nagyon sokan értenek egyet a magyar állásponttal, de csak Magyarország meri ezt kimondani, vagy lehet, hogy Szlovákia is egyébként. Ez az egyik dimenzió, ami nagyon fontos, ott van a, a, emellett a az egész költségvetési kérdése, az Európai Uniónak, ugye azt találták ki a bizottságban, hogy jelentősen meg a forrásokat. Ott van az a, az a dimenzió, hogy a, a pénzköltés az nem megy az Európai Bizottságnak, tehát elfogadtatott egy hitel alapú programot, hogy a Covid után megmentse az európai gazdaságot. Az európai gazdaság rossz állapotban van, és ezek a kifizetések egyáltalán nem nem működnek. Magyarország ugye egy vasat se látott, de a többiek is állandóan panaszkodnak, hogy nem utalják át a forrásokat, és nehézségekkel küzd a gazdaságuk. Tehát, ja, és fél évvel vagyunk az Európai Parlamenti választás előtt, ami azt jelenti, hogy itt már mindenki készül a 24-es év Európájára. Tehát egy nagyon-nagyon komplex tanácsi ülés várható, és én nem lepődnék meg, hogy ha nem születnének nagy döntések, csak arról, hogy legközelebb is találkozunk. És aztán mindenki hazamegy, is azt mondta, hogy győztem. Igen. Ö, az előfordul. Ö, egyébként, ö, miért nem lenne egyszerű, mondjuk, ö, magyar álláspontot is affeléten igazítani, ahol sejtéseink szerint több nyugat-európai tagállam is van, hogy nem értenek egyet azzal, amit döntünk, de mivel úgyse lesz belőle semmi, nem fogunk itt hőbörögni. Például az Ukrán, azt valahogy senki nem hiszem, hogy még Ursula von der Leyen sem látja maga előtt, hogy ott van az újabb csillaga, az Európai Uniós zászlón és Ukrajna már tag. Tehát ezt valahogy mindenki tudja, de azt mondják, hogy küldjünk egy jelzést a világnak, kényszerítsük térde a Putyint, mert ettől biztos be fog tolni, hogyha mi most teszünk egy lépést a felé, hogy Ukrajna közénk tartozon, miközben tudjuk, hogy ennek az esélye jelen áll, szerint igen csekély tekintve a korrupció szintjét, a határok tisztázatlanságát és még nagyon sok egyéb körülményt, ami elvileg egy kötelezettséget ketró a, 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 jelenlegi tagállamokra. Tehát ebből úgyse lesz semmi, miért nem mondjuk mi is azt, hogy jó, akkor dőljünk hátra, szavazzuk meg, rajtunk nem olyan, ezt most kérdezhetném hmm. a miniszterelnöktől is, de most ti vagy most itt, <laughs> mi hogy... a ö, Szerintem kettő dolgot válaszunk külön. Az egyik az, hogy ez egy téves narratíva, hogy csak Magyarország megy szél szembe. Valójában, ha megnézzük az európai realitást, csak keveset foglalkozunk vele. A legkritikusabbak az európai fősorolal, mondjuk a Dánok. A Dán szociáldemokrata kormány migrációs politikája az olyan, mint a magyar és ők ezt el is mondják. De csak de hát ugye kifoglalkozik a, a dánokkal őket. Magyarországon, tehát nem nem érzékeljük ezt annyira, mert a, a baloldali sajtó tudósításai szerint kialakult az a narratíva, hogy csak mi merünk az asztalra csapni. Persze lehet, hogy egy dán asztalra csapás az nem annyira izgalmas és nyelvtanilag színes, mint egy magyar asztalra csapás, de a tartalmát tekintve, vagy az eredményét tekintve azonos és akkor idézhetem az osztrák kancellárt, aki pár hónapja bemondta, hogy szó nem lehet az uniós költségvetés emeléséről, tehát felejtsék el. Az ukrán csatlakozás kérdésében pedig Robert Ficót, az északi szomszédunkat idézik ide, sokkal radikálisabban ellenzi Ukrajnának a támogatását, és be is vállalta a választási kampányba, és azóta is ezt mondja mint ahogy mi valaha tettük, mert a magyar kormány mindig azt mondja, hogy segíteni szeretnénk Ukrajnának, de nem gondoljuk, hogy az a segítés, hogyha fegyvereket küldünk, meg felveszünk az EU-ba. Uh -huh. Ez az egyik dimenzió, a, tehát hogy, hogy mi a, a helyes a, a narratívája egyáltalán ennek az ellenállásnak. A másik pedig szerintem a magyar kormány gondolkodásának a mély rétege hogy nem hisz szerintem a magyar kormány abba, hogy itt megvan a bizalmi alap a közös európai külpolitikai cselekvésre. És ha ez nincsen meg, akkor minden országnak a feladata, hogy önálló külpolitikát folytasson. Ugye bármilyen kérdést előveszünk Ukrajnát vagy Izraelnek a kérdését, nincs közös európai vélekedés erről. Tehát, kár erőltetni a dolgot. Tehát csak, hogy bizalom nincs, hanem hogy nem is biztos, hogy van ennyi országnak közös külpolitikai érdeke. Lehetősége, ez így van. Nem tudom, én a nagy britannia már kilépett, de Dánia, meg Görögország, Szerintem. meg Portugália, meg mi. Most itt... Semmiben nem értenek egyet külpolitikailag. Egyiknek Afrika fontos, másiknak Oroszország, vagy Ukrajna. De ha önálló külpolitikában gondolkodunk, akkor az azt jelenti, hogy önállóan kell meghatározni a partnerségeket is, és a Magyar külpolitika egyébként a diplomácia hagyományos iskolájának a képviselője, hogy nem oktatjuk ki a partnereinket, nem úgy kezdünk egy tárgyalást, hogy lehülyézzük a másikat, hanem kedvesek, intelligensek, udvariasak vagyunk, mert úgy lehet eredményeket elérni a tárgyaláson. Ez a progresszív iskola, amit mondjuk Baerbock német külügyminiszter fejlesztett a csúcsra, hogy úgy tárgyal a Kínában külföldi partnereivel, hogy ki oktatja őket, hogy ami itt van, az nem demokrácia és nem emberi jog. Hát látjuk, hogy a németek Na, milyen sikeresek német. a külpolitikában, meg a saját De is lehet, igen, hogy ők, ők, ők már a belpolitikában a se a saját érdekékét képvisel. képviselik. <laughs> Így van. Szóval, szóval ez a szuverén külpolitika, amit itt látunk, és a hagyományos iskolája a diplomáciának, amit Magyarország képvisel, és szerintem jól bizonyítja a, a keleti nyitás formálódó sikere, hogy megéri következetesnek lenni, és megéri a külpolitikába a szuverének, illetve a hagyományos iskolát követőnek lenni. Ha már pragmatizmus, nem akarok visszamenni Amerikába, csak eszembe jutott róla Joe Biden és uh, Anthony Blinken arcjátéka, az egyik ugye azt mondta, hogy a, éppen vendéglátó ország vezetőjére, vagy diktátor, ezt megerősíti, <laughs> ugye uh, Xi Jinpingről van szó, és közben vetik a kamerák, vagy Anthony Blinken uh, feje, hogy mondjam, egy, úgy, némi rángásokat mutatott az arc kifejezése, hogy ez itt most nem volt a legjobb, hogyha Jö. azért, ha jöttünk, azt nem itt fogjuk hazamézzük. Két lépés előre, három hátra, ha hát. nem tudom. De erről most nem tudunk beszélni. Szuverenitás védelem, ez egy, most bocsánat, provokatív leszek, ez egy gumicsont, hiszen 13 éve szuverénnek tekinti magát nagyon erősen a magyar kormány, és minden lépésénél hangsúlyozza a nemzetközi térben, hogy ez határozza meg a döntései motivációját. Vagy pedig valóban felerősödtek azok az erők, amelyek indokoltát teszi, hogy bizonyos kiskapukat és bizonyos, ö, ö, nem tudom, réseket betömjön a jogalkotó. Ismét én vagyok a és Igen. Ezt. Hát szerintem egyet fogunk érteni abban, hogy felerősödtek ezek a jelenségek. Uh -huh. Ha csak a guruló dollárként emlegetett jelenségre gondolunk, ilyen azért nem volt Magyarországon. Tehát a, a nem nemzetközi kapcsolatokról beszélünk, hanem arról, hogy egy másik országban egy erőcsoport, befektetett egy választási kampányba, és megpróbálta megnyerni a választást egy számára szimpatikus politikai tömörülésnek. Tehát ez egy új, új szint, új minőség a beavatkozásban. Új novum, köszönöm. Szóval szerintem a, a szuverenitás védelem az teljesen indokolt ez, ebben, a, a, hogy erre az új jelenségre valami választ adjon egy olyan ország, ami számára kiemelt érték a szuverenitás. Már lehet azt is mondani, hogy jaj, de jó, hogy már a külföldiek is erre költik a pénzüket, és tőkebefektetés érkezett, ha az ember így gondolkodik, de hát Magyarország a szuverenitást tartja fontosnak, és ha ez ellen érkezik egy kihívás, akkor ez a helyes válasz. Korábban itt említettem... cserébe kérni fogunk valamit. Deftárs. Mármint Mondom a, a befektető. A, igen. Hát persze, hát, so kérni és mondani, veszélyes. így van. Így van. Korábban említetted, Dani, azt, hogy, hogy miért nem a keletiek, Krekó Péter kollégánk, hogy miért nem a keletiek ellen van ez a szuverenitásvédelmi hivatal. Hát ők is erősítik. De, a de bocsánat, a ha elolvassa az ember a törvényt, nincs odaírva, hogy csak nyugati erőkkel, szemben kell szuverenitást védeni. A szuverenitás fogalma az nyugatra, keletre, éjszakra és délre is vonatkozik. Tehát, ez megint egy teljesen hamis baloldali narratíva, amit néha a jobboldali gondolkodók is elfogadnak kiindulási pontként, hogy mi Oroszországgal és Kínával szemben ne védekeznénk. Már hogy ne védekeznénk? Amikor egy szuverén országot épít valaki, akkor az azt jelenti, hogy partnerséget szeretne minden irányba kialakítani, de nem szeretné, hogy ezek a partnerek befolyás szerezenek, és az ő politikai döntéshozatalát kívülről irányítsák. Tehát ha Kína elkezdené finanszírozni egyik-másik politikai erőt Magyarországon, az ellen is föl kellene lépni, és amikor Oroszország mondjuk a jobbik házatáján pró pró próbált befektetésre, befektetni, akkor a szuverén Magyarország fel is lépett a szembe. Sőt, akkor még a szuverén európai intézmények is, mondjuk úgy, harsányabbak voltak. Így van. Ö, téged ez megnyugtat, Gergő? úr? az adja már neked. Ilyen <laughs> ravasz kérdés. Mert egyébként hagyd dobja meg, ha már említetted, ugye, hogy hajlamosak vagyunk, hogy a baloldali narratívából alapállásokat kialakítani, vagy azokat úgy meghalani, és akkor elgond mélázni rajtuk. Ugye ők azt mondják, hogy nem kell ö, bármilyen politikai erőt finanszírozni a Putyinnak, vagy Xi Jinpingnek, hiszen ők magát a kormányt vették meg. Tehát ez az ő vágyuk, hogy az Orbán van a keleti oldalon, és szegény elnyomott ellenzék kénytelen nyugati szövetségesektől, akikkel valamennyiünk szövetségesei elfogadni De némi igen, abbanás, ez mert a... különben nem lenne esélye. Ugye, a... Hadd idézzük meg itt a 444-et. Igen, itt az oroszokat, a, a kínaiakat látják a valoldariak, holott a keleti nyitás az sok minden másról is szól. A délkorai befektetéseink, ha jól se tudom, akkor nagyobbak, mint a kínaiak egyrészt másrészt ott vannak a sokszor kinevetett közép kapcsolataink. A közép nem szeretik Kínát. Uh -huh. Tehát azt is mondhatnánk, hogy, hogy mi elég kicsik vagyunk ahhoz, hogy így egyensúlyozgassunk Ázsiába, mert senki nem fog bennünk nagy jelenséget látni, ha nem megyünk nekik. Viszont mondjuk közép ott van némi energiahordozó, amiért érdemes velük jobban lenni, és nem csak idézőjelben, nem tudom, liber üzleteket hoznak egyébként, az, az is pont kiváló. Néhány termelőnek, és így aztán néhány bal is a kiribát teszik az asztalán, és nem tudja, hogy onnan jött. De hogy lehet, hogy mi hamarabb kapunk, vagy kedvezőbben kapunk energiahordozó üzleteket ebből a térségből. Ugye a COVID alatt is kiderült az, hogy, hogy nem baj, hogyha az ember szimplán csak nem bunkó az ázsiai vagy partnerekkel, mert akkor kedvesen fognak neki vakcinát adni, vagy előre hívják a sorba, vagy mit tudom én, hogy uh -huh. mi történik, bár ugye ott az is volt, hogy levegőben még eltűntek repülők, meg máshol szálltak le, vagy nem. Tehát, uh -huh. hogy sok nem fura volt, de minden esetre nem várakoztatnak minket úgy, mint mint, mint mások. Hát egyébként nyilván a szolgálatási van a háttérben egy ilyen titkosszolgálati elhárító ö, ö, funkciója, vagy, vagy szintje is, Természeténél fogva erről nem tudunk sokat, hála az égnek, ha sokat tudnánk róla, akkor az azt jelenteni, hogy egy kicsit lukacsos. Nem a. működik jól a titkosszolgálat. <laughs> <laughs> Máshogy hívnak. Igen, igen. Úgyhogy. De hát azt hiszem, hogy nem, a, nem ezzel a szinttel kell a legtöbbet foglalkozni most. Ez, akkor nem hozzának róla a törvényt. De... Ez egyébként ez érdekes, hogyha az ember egy-két országnak a belpolitikai vitáit követi, a titkosszolgálatok régóta tényezők a belpolitikában. A CIA mit mond, az, az Egyesült Államok belpolitikájában egy tényező. Én azt gondolom, hogy ez a Szuverenitásvédelmi Hivatal úgy is felfogható, hogy Magyarország, amit itt Gergely mondott, szeretné, hogy a titkosszolgálatok ne legyenek a politikai diskurzusnak a részei, de a titkosszolgálatoknak a feladata a szuverenitás védelem. Mert az ez a feladatuk, az viszont legyen a politikai diskurzus részei. Kevés időnk maradt, de talán arányaiban pont elég is a magyar ellenzék fennforgásairól váltsunk pár szót. Ugye itt formálódik egy budapesti közös lista, valószínűleg nem függetlenül attól, hogy formálódik egy törvényjavaslat, aminek a szavazás, ha minden igaz, mire kijön a podcastünk, már megtörténik a mi, has, mi hazánk. <laughs> javaslattam elnézést, ezt az elnézést kérést azt már megtettük, ezt, ja. ezt most a Tréfáért kérek megint elnézést. Amúgy egyébként jegyzem meg, a Mondiner valóban nem direkt követte el azt a hibát, amire a, a Mi Hazánk mozgalom ö, olyan hevesen reagált, elnézést is kértünk miatta, de mindegy, lett ennek némi folytatása, most tevékenységükkel Keresőben is rossz ki a kifejezés ami megjelent a, a yeah. grafikon alatt. Zárójel bezárva, tehát a lényeg, a lényeg, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a dk diktál megint a, a budapesti politikában is, uh, hiszen ők dobták be a közös lista javaslatát, és úgy tűnik, hogy a Momentum, amelyik azt mondta, hogy never again, soha többet gyurcsálja a közös listán, néhány politikusok részéről legalábbis elhangzott olyan nyilatkozat, hogy mégis, de túl azon, hogy a és József színházba menni megéri, hogyha az ember DK-s, hiszen olcsóban jut be, uh, valóban megint egy olyan kört fogunk látni, hogy Gyurcsány Ferenc nevet a végén, legalábbis ami az ellenzéki arányokat, felosztásokat illeti, kérdésemben pedig ravaszul beleszőttem a választ. Csoda, hogy az őrkényben nem olcsóbban járnak. Hát, nem ez nem az minden... ügy még Bolgár György szerint is botrányos, úgyhogy a... legyünk megengedve. Ugye meg. Donát Anna kezdősakkozóként belerugott a hatalmi taktika saknagymesterébe, Gyurcsány Ferencbe aki egy hét alatt meg is válaszolta a kihívást, és megszervezte a Donát Anna ellenes koalícióját a baloldalnak. Karácsony Gergelytől kezdve Soproni Tamásig, tehát Donát Anna párttársa is benne volt ebbe, hiszen az a díl, amit megkötöttek a polgármester jelöltek indulásában, abban momentumos képviselők is vannak, vagy momentumos politikusok is vannak. Donát Anna és Gelencsér Ferenc maradtak egy számagokba, Gyurcsány Ferenc hálózatával szemben. Akik amúgy is ellenfelek. Akik... A hírek szerint egymás sem szívbenik annyira, de ez már a Így van. Most Így van, amit, amit ebből ki lehet olvasni, az az, hogyha minden úgy maradna, hogy most van a választási rendszerben, akkor százalékban esélye volna van Ferencnek polgármestereket adni, és ezáltal a közgyűlést befolyásolni, miközben az ő pártja egy 20%-os párt a fővárosban. Én azt állítom, hogy közérdek a választási rendszernek a az átalakítása abban az esetben, és nem a hatalommal való visszaélés, hogyha ezzel a főváros valódi erőviszonyait akarja tükrözni a jogalkotó. Tehát itt valójában a törvény várható átalakítása az megakadályozza azt, hogy Gyurcsány Ferenc száz ba uralja a fővárosi közgyűlést. És ezáltal mozgassa a szálakat, mert a arányos választás esetében, ugye a DK 20-25 ot fog elérni küszöbb szabályokán, és pont, hogy nem Gyurcsány Ferenc fogja kizárólag a, fővárosi közgyűlés dominálni. Alá nem szeretném becsülni. Donát Annának is hamar beletört a bicskája. Gyurcsány Ferenc hálózatépítése és szövetségkeresése még ebben a világban is fontos lesz, és a jelölt állításba bele fog szólni, de valójában ez egy helyes és üdvözlendő változás. Pra, ö, praktikusan akkor bár nem fogja kimondani Karácsony Gergely érdeke is, alig hanem ez, hiszen az a testület, amelyik fölöttőd fog, ha megnyeri a választást, mert azt szeretné, jövőre a főpagám választás, Ha ő lesz a jelölt egyáltalán? Ö, hát ez az, ez az. Egyébként, szóval mindegy, lezárom azt a gondolatot. A Mikroadományok makro problémája, igen. igen. Szóval, hogy, 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 nyilván szívesebben ül egy olyan testület ahol a gyógycsányfelesznek nem 100%-os, hanem mondjuk 20-25%-os a befolyása, talán az ő mozgástrét is növeli, de lehet, hogy pont emiatt nem ő lesz a jelölt? Nem emiatt nem ő lesz a jelölt, és nem tudjuk, hogy ki lesz a jelölt. Én azt állítom, hogy, hogy Karácsony nem, nem lehet annyira biztos benne, hogy politikailag túléli a következő hét hónapot. Hmm. Azért, aki ezt, ezt a botrányt nézi, ez az általa ideálisnak tartott nyugati demokráciákban nem életbiztosítás jellegű egy ilyen botrány. Tehát ha olyanok szeretnénk lenni, mint a nyugat-európai országok, akkor ő, ő, már régen szociológus lenne újra. Ez, és írna jó könyveket a baloldalról. És írna jó, igen. Szóval ez az ő, ő saját története. Nem, nem, a Karácsony szempontjából jó ez, és mondom még egyszer, ne becsüljük alá Gyurcsány Ferencnek a építkezését, de legalább egy esélyt ad ezzel a fővárosnak a jogalkotó, hogy ne Gyurcsány Ferenc legyen az ura a fővárosi közgyűlésnek. Miután most erre több időnk nincs, hogy kibontsuk, ezért ajánlom minden nézőnk és olvasónk meg valamennyünk figyelmébe a Mandiner vonatkozó cikkeit, amelyekben részletesen kitárgyaljuk, hogy Tordai Csabának mi köze van Karácsony Gergelyhez, Karácsony mi köze van a oldalhoz, és hogy hogy is volt az az előválasztási kampány. Hova tűnt a 99 mozgalom, és mi az, az 500 millió forint, amiről az egész ügy szól, és akkor ott még további részletek vannak a Manületein a mi hazánkkal kapcsolatban és az ő támogatottságukról is többet meg lehet tudni, és nem is sorolom még, mennyi mindent tehát a Mandineren, ajánlom az olvasását, követésünket, nektek nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, a nézőknek a figyelmet köszönöm, tartsanak velünk legközelebb is. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.